Mitől lesz hirtelen személyes és fontos egy hétköznapi, banális utcai történet? Milyen többletjelentéssel jelentéssel bír ez a történet, ha a groteszk pillanatok mellett tragikus és végleges momentumai is kirajzolódnak? Egyáltalán mennyire tudunk szembenézni szeretteink halálával, a hiányukkal, és ezzel összefüggésben tudunk-e érdekesen és hitelesen újat mondani a szeretetről, a barátságról, a veszteségről, a megtalálásról vagy az újrakezdésről? És tudjuk-e mindezt elegánsan, önmagunkhoz képest is távolságtartóan, sőt, fanyar humorral kezelni? Frankie Sparke ausztrál művész kiállításán ezekkel a kérdésekkel is szembesülhettünk. Mintha egy belső, tudatalatti film kimerevített képkockáit néznénk, egy lelki folyamat fázisfotóit, melyeken a töredékesség, az esetlegesség csak a látszat, hiszen minden egyes kockának pontos és fel nem cserélhető helye van, vizuálisan és a primér történet logikája szerint is. A művész poénjai és ötletei mulatságosak, de egyszer mint elgondolkodtatóak is, mögöttes tartalmuk olykor az abszurdig vezeti a nézőt. Mégpedig a lehető legegyszerűbb eszközökkel, tiszta, éles, egyöntetű színkezeléssel. Frankie Spark a 25. hídőrként érkezett párkányba, és mint azt a kiállítás megnyitóján elmondta, Eredetileg nem ezt a történetet akarta nekünk bemutatni, mint amit most a féle storyboardként, forgatókönyvként fogad bennünket a hídőrházban. Testvére hirtelen halála miatt azonban vissza kellett utazni az Ausztráliába, és amikor visszatért hozzánk, már egy teljesen más lelki állapotban kezdett hozzá a projekthez, és ez értelemszerűen a mű egészét is alapvetően változtatta meg. Mennyire tudatos ez az Ausztrál benszülöttek színhasználatát idéző technika? A az Not exactly, but the colours I used for two or three different reasons. One, they are very primal, simple, ancient colours. Two, they are very Australian colours. Three, they are strong, powerful, important colours for me. Frankie, a kialítás hatásáról is stábunknak. I didn't want it to be depressing. And dark. I wanted it to be a little bit lighter. Otherwise, who will look at it? You know, you can be serious and um, humorous at the same time. I think. A anyag több értelmezésre is lehetőséget ad. A stencilekből például a is kiolvashatunk. It was partly unconscious, and it slowly came together. Yeah. For me, it makes sense. It came together naturally. But when I saw the stencils on the wall with the pictures, I had a new idea. Aha! I think the finished book should combine both. I think. Frenki előszeretettel használja a print technikát, több más kiállításán is találkozhattak ezzel a látogatók, olykor még fa alapanyagon is felhasználja. Mint elmondta, mindig arra törekszik, hogy különböző képzőművészeti módszerek fúziója jöjjön létre, és ezzel egységet alkosson az épp aktuális mondani való is. És hogy három hónapos itt tartózkodása alatt mit talált Párkányban és Esztergomban a legérdekesebbnek? For me, one of the most interesting things is the bilingual character of Parkan. to hear people always negotiate language, Talk first one language, then another easily, and it appears to me comfortably, is a miracle. And I'm, every day I'm impressed and interested. Um, <clears throat> sometimes we sit in the coffee shop and listen is it, is it Slovak? Is it Hungarian? It's a puzzle for us. Uh, every, everybody is using the languages uh, interchangeably yeah um, for me that 's one of the most interesting things about this town. Is hogy még a is az in Australia, we have no border in the country. The, it is one country, one big island, one country. We have no border. We have one, one official language, many languages, but one official language. everybody must learn English so to be on a border, on a river, two countries. We can walk to Hungary, walk back to Slovakia. We think it's very funny. Let's go to Hungary for coffee. For us, it's funny. Um, and it's a great pleasure. A kiállításon Himler György tanár méltatta az ausztrál művész alkotásait, Cornélia Szlobáková alpolgármester pedig oklevelet adott át Frankie Sparknak. A megnyitóna párkányi származású, jelenleg Svájcban élő Frühauf Károly, a Hídőr projekt szponzora és szervezője is részt vett. Frühauf hangsúlyozta, tiszteletre méltó, hogy Frenki a család tragédiája ellenére is visszatért párkányba, hogy folytassa a projektet, és ebben igyekeztek neki segíteni. A tárlatot a Hídőrházban tekinthették meg az érdeklődők.